A Monor labdarúgó csapata tavaly az NB3 legeredményesebb együtteseként jutott az NB2-be. Bár a csapat jelenleg még csak ismerkedik a felsőbb osztálya, mégis egyik játékosuk vezeti Holt versenyben a góllövő listát, Tóth Barna a vendégem. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát, én köszönöm. Gratulálok ehhez a rengeteg gólhoz. Ez számodra mennyire volt meglepő? Hú, hát egyelőre nagyon, nagyon meglepő, nem számítottam ilyen szezon kezdetre a részemről. Mindemellett még kicsit felemás az érzés, mert a csapatnak sajnos nem sikerült így a... Hát én azt gondolom, hogy ismerkedni kell ezzel a mezőnnyel. Mi az, amit te már most látsz, ami más az NB3-hoz képest? Amit meg kell szokni a csapatnak? Hát a legnagyobb különbség az az, hogy itt nem fér bele a csapatnak egy 10-20 perc, akár fél óra a gyengébb játék sem, illetve ugye elveszítjük a koncentrációt a meccs végén, mert itt azonnal büntetnek, ugye ez ki is jött az eddigi meccseinken, úgyhogy ez egy nagy különbség az NB3-hoz, ahol főleg a második fél évben, ugye amikor ott voltam, érezhető volt, hogyha esetleg egy gyengébb fél idő után még volt lehetőségünk, és tudtunk váltani és javítani a hibákat, itt arra nincs lehetőség, itt egyből. Egyből büntetnek érte. Gondolom a tempó is azért az egészen más. Hogy tudod mégis kihasználni, vagy hogy sikerül mégis ebben a mezőnyben, amikor azt mondod, hogy mindent hibát büntetnek, a tempó is sokkal gyorsabb, és te mégis valahogy megtalálod ezeket a pillanatokat, a legjobb pillanatokat. Ez minden meccsen, ugye 7 meccsen 7 gól. Így van. Hát az valóban jóval kevesebb lehetőségem van, és nehezebb dolgom, de most ugyan különlegesen jó paszban vagyok, és úgy gondolom, hogy egy csatár életében ez vannak ilyen időszakok, amikor kevés helyzetből is gól tudok rúgni, és most ezt nagyon élvezem. Mi lehet az, ami a te játékodat segíti? Ugye a Honvédból kerültél kölcsönjátékosként, hol ide, hol a Siófoktól érkeztél tulajdonképpen ide a Monorba. Mennyire jó ez az állandóság, hogy ugye ide kerültél, és végre együtt tudták készülni a többiekkel? Nagyon sokat számít. Főleg az, hogy ugye egy fél évet NB3-ban itt el tudtam tölteni, és egy önbizalmat szerezni a csapatban, megtaláltam már a helyemet, és eddig erre nem volt korábban lehetőség a sok kölcsönadás, ide menjek, oda menjek, nem tudtam, hogy hol fogok játszani, és most látom igazán, hogy először van egy ilyen fix pozícióm, hogy mennyire sokat számít, legalább nekem mindenképp. Elképesztően magas vagy, 2 méter kereken, vagy? 1-2 centi kell hozzá. 1-2 centi kell hozzá. Hát szóval ez egy egészen zseniális adottság. Mondanám, hogy miért nem mentél kosárlabdát, de ezt biztos hallottad már ezerszer, de mindegy, a focit választottad. Miben előnyez és miben hátrány? Nagyon sokan azt mondják, hogy egy magas játékos azért egy kicsit lomhább, nem annyira gyors. De hát a te esetedben azért azt gondolom, hogy ezt nem mondhatjuk el. Hát azért eddigiekben az mindenképp igaz volt, hogy lomhább voltam. Ez nagyon hosszú és sok munka volt ebben az erőnléti edzőknek, főleg már utánpótlás elejétől kezdve, hogy ezt kijavítsuk. És még mindig nem az a erősségem, viszont mindamellett fizikálisan most már egy olyan szintet sikerült elérnem, hogy ütközéseknél, illetve a kapu előtti párharcoknál már az előnyét élvezhetem a magasságomnak. Hát a magasságod a kapu előtt az egyértelmű. Kell-e neked külön edzés pont emiatt, a magasság miatt, ami egy fizikális fejlesztést jelent? Kellene-e mások, mint a többieknek? Úgy gondolom, hogy kifejezetten más edzés szerencsés, de nem szükséges annyira, azonban még plusz edzés az mindenképp rám fér, illetve rám fért az elmúlt időszakban is, amiből volt is bőven. Hogyan erősödött a csapat nyáron? Azért gondolom, nagyon sokan maradtatok, de jöttek-e újak? Ők hogyan tudnak beilleszkedni, ha vannak? Nyáron ugye két típusú erősítés volt, a MTK-nak a fiataljai érkeztek, a fiatal szabályhoz köthetően, akik ugye így egy fontos láncszemei lettek a csapatnak, illetve egy pár rutinosabb játékost próbáltak hozni, mert a csapatra az egyértelműen jellemző, hogy ez egy fiatal csapat, és kell ahhoz, hogy
és kell valaki, aki irányít minket egy kicsit, és tanácsokat ad egy MB2-ben már. Azt nézem, hogy azért tulajdonképpen minden mérkőzéseteket nagyon sok góllal játszottátok le, tehát kapni is kaptatok, de azért szinte mindig tudtatok rúgni. Szóval nem volt olyan mérkőzés, amin nem rúgtatok volna, hát ugye hogy jött volna ki ez a 7 gól. Tehát azért a potenciál, mintha benne lenne abban a csapatban, mi az, amit úgy érzel, hogy esetleg hiányzik, és ami szép lassan, apró lépésekkel, de előre vihetne titeket? Hát még pontosan egy kicsit a csapatnak a rutintalansága, hogy sok játékosnak ez az első MB2-es szezonja, illetve az oka, ami szerintem egy lassan már levetkőzzük magunkról, illetve hát a támadó játékot is felvállaljuk, az látszik ugye a mutatókon, és hát ennek következménye az, hogy hátul esetleg nagyobb területei vannak az ellenfélnek, és több gólt is kapunk. Az, hogy te így szerepelsz, és tudsz minden mérkőzésen gólt lőni, ugye 7 mérkőzésről beszélünk, nem olyan sok, de felkelti az érdeklődését ilyenkor nagyobb csapatoknak. Mennyire lehet egy ilyen teljesítménnyel igenis magadra fókuszálni a figyelmet a szakemberek szempontjából? Hát bízom benne, hogy felkelti, apró visszajelzések már voltak, hogy tehát már így felkeltette, de... Kik például, ez mit jelent, mi az apróbb jel? Hát konkrét megkeresésről én nem tudok, illetve erre van egy ügynökség, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy szerencsére ezzel nekem nem kell, de gratulációk, kérdések, megkeresések, hogy vagyok, hogy lett ez így, hogy alakult, olyanból volt pár. Ha így elgondolkozol rajta, akkor mit látsz, hogy mi lenne a fontos számodra, hogy ezzel a mostani jó szériával esetleg elmenjél egy másik csapathoz, vagy hogy ezt, ami most benned rejlik, ezt megerősítsd akár ebben a mostani bajnokságban. Tehát jár-e a fejed ilyenkor azon, hogy mi lenne számodra a legjobb, meg hát persze vágyálmok azok egészen biztos, hogy vannak. Természetesen jár. Talán a logikus út az lenne, hogy egy stabilan megerősíteni ebben a csapatban, ahol jól érzem magam és biztosan játszom. Ez is a cél. Mindamellett, ha esetleg felsőbb osztályból, első osztályból lenne megkeresés, az pedig olyan gyerekkori álmom, hogy tudom, hogy arra szinte nem tudnék nemet mondani még akkor. Még akkor is, hogyha mondjuk azt mondanák, hogy fú, milyen jó, hogy te itt vagy, van annyira jó képességeid vannak, de hát nálunk csak csere leszel, és hát nem biztos, hogy akkor neked itt az első egy-két évben mondjuk szereped van. Hát ez egy nehéz kérdés lenne. Talán még akkor is inkább arra felé döntenék. Már bocsánat, hogy ilyen nehéz kérdések elé állítanálak, csak hogy vajon jó-e elmenni esetleg egy ilyen szituációba, vagy inkább erősíteni azt a játéktudást és azt a rutint, ami ilyenkor kell. Gondolom ez vergődik az emberben ilyenkor. Így van, ebben folyamatosan hát vergődök, de sajnos még nincs ott a lehetőség, hogy ilyen döntést kelljen hoznom. Én egyébként azt kívánom neked, hogy minél később jön el ez a döntéskényszer, mert annál többet tudsz szerintem fejlődni, de hát ezt majd végül is te látod meg. Igen, hát a poszthoz kell, ehhez a poszthoz kell a rutin szerzése, úgyhogy arra most sok szükségem van. Hát akkor a Tiszakécs kellene újabb gólt, várunk tőled majd a hétvégén. Hát köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.